Sziasztok, Szalai Tamás vagyok, és ez itt a Codecast. Mai vendégem szintén Pilipár Boldizsár, és most egy picit arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tanulj meg te szélszezni, hogy hogyan tudsz esetleg jobb értékesülő lenni, hogyha már most is ezzel foglalkozol. Szia, Boldi, még egyszer. Szia. És igazából itt az ennek a kérdésem, hogy mondtad, hogy betanítottál korábban szélszeseket, akármikor a csapatvezető voltál. Igen. Neked ez hogy működött? Tehát pontosan mi az, amit először tanítottál, mi az, amit másodjára, mi az, amit leginkább át akartál nekik adni? Még a kezdőbbeket oktattam, akkor mindig azt mondtam, hogy termékismeret legeslegfontosabb, semmi más nincsen, de termékismeret van, hisz a termékbe, imádja, úgy van vele, hogy ez a legkirályabb dolog, tök mindegy, hogy mennyire szar szélszes, el fogja tudni adni. Szóval arra kell fókuszálni. Én mielőtt tréninget tartottam, igazán mindenkitől azt kértem, hogy köpje vágja a terméket. Tehát, hogy volt, hogy dobtam ki meetingből valakit, mert így hebeget habogott, azt tudta, hogy mivel nem készült fel. Gyakorlatilag tök minden mennyire jó szélszes valaki, hogyha nem hisz a termékben, nem ismeri, piacot nem ismeri, akkor igazából tök mindegy. Tehát, hogy nem számít. Nekem ez volt az első lépés. Készüljön fel mindenki a termékből, nézzük meg. Hogyha jó volt a pitch, akkor majdnem, nem azt mondom, hogy nem számít a többi, mert számít, de hogy azért az ott nagyon-nagyon-nagyon, nem tudom, szélesznek, 80%-et egy kezdőnél azt fogja lehozni. Szóval én inkább azt gyakoroltattam velük, pitchet összerakni, hogy kommunikáljanak úgy, hogy értsék, amit mondanak, meg ezt úgy át tudja adni, hogy ne kövessék el azt a hibát, amit nagyon sokan, hogy egy komplexebb koncepcióról magyaráznak valamit, és ők azt gondolják, hogy a másik érti a szakszavakat. Tehát ezt így úgy kell elmagyarázni, hogy egy ötödikes is megértse. Vagy jobbodás is, még jobb. És nekem ez volt az első. Én gyakorlati példákon keresztül szerettem tanítani, szóval főleg amikor élőbe tartottam a sales tréninget, akkor tök jó volt call-out-olni valakit, azt mondani neki, figyelj, te leszel most a potenciális kliens, én leszek a closer, mutatom, hogy kell csinálni. És én nem vártam el tőlük, hogy át, a sales csapatomtól sose vártam el, amit én nem tudtam megcsinálni, szóval ezért én valószínűleg sose lesz olyan, hogy csak menedzser leszek. Fontos az, hogy fejesen benne legyen valaki, tudja, mi történik, és én meg tudjam nekik mutatni, hogy kell csinálni. És ugyanez volt, mondtam neki, hogy figyelj, nézzük meg ezt a példát, és megmutattam én, hogy csinálom. Utána megálltunk, lebontottuk, elmondtam, hogy mi volt a tanulság, én mit csináltam volna jobban, nyilván nekem sem jön mindig össze 100%-ra, tehát, hogy emberben vagyok, de hogy a koncepciót érték azon keresztül. Szóval én inkább a gyakorlati példákban. Ja, meg sales school-okat hoztam, sajátjaimat. Kifogáskezelést, discovery phase, nem tudom mi magyarul, amikor így felméred, hogy milyen szituáció. Igényfelmérés, nem? Igényfelmérés, igen. Azt én hogy csináltam, ha úgy jött be a hívás, nem úgy, hogy ja, csak azért jöttem, úgyhogy mondjátok, hogy mi az ár. És így, minek az ára? És így azt se tudjuk, hogy egyáltalán bármelyik package, ha 20 millióból egyébként jó, nem annyi, de hogy látom sok van, jó neked, és hogy ezeket hogy kell lekezelni, mert ezt a kezdő nem mindig tudja. Szóval csomóan beszállnak hívásra, találkoztak ilyen problémásabb klienssel, aki oda jön hatalmas egóval, majd ő megmutatja, és akkor ott van a kezdő, ezt nem tud valami csinálni. És akkor ilyen szituációkat megnéztünk. Hoztam ilyen hívást, ami velem történt így, és megmutattam, hogy én hogy kezeltem le. És általában amúgy ebből látják, és ilyen példát látnak, akkor az rögzül a legjobban. Mondtad, hogy igazából nincs olyan script, amit te szívesen használsz, inkább szeretsz beszélgetni. Ez mi is így csináljuk igazából, úgy hívjuk most már, egy ilyen frameworkünk van, hogy van pár olyan dolog, ami legyen benne abban a hívásban, és akkor arra figyelünk, és a többi. Azt mondom, most beszélgetünk egy picit vele, egy picit eltérünk a vonaltól, ugye Jordan Belfortnak az egyenes vonal a CLC-től, picit eltérünk, de még a megengedi maga ez a hívás, vagy a téma, hogy ezt úgy csináljuk meg, hogy igazából ez ne legyen zavaró a másik fel, meg ne is térjünk el a céltól se, az ugye egy jó dolog. Most nézzük meg, hogy esetleg neked hogyan épül fel akár egy ilyen framework. Mondtál nagyon sok jó dolgot, hogy hogyan tanítod meg akár az igényfelmérés. Nézzük meg konkrétan, akkor mivel kezdesz még egy sales call-nál? Hát én megkérdezem egyébként, hogy mit tetszett ebbe a videóban, amit látott, vagy mi miatt foglalt ezt a hívást, mi érdekelt, hogy mi keltette fel az érdeklődését. Tehát miért van ott magyarul? Így van. Tehát mit keres itt? Igen. Fölmérem egyébként, körülbelül mennyire meleg a lead.
nem elég meleg, akkor azt mondom, hogy figyelj, nézzem a videókat, azt se tudod, hogy amúgy mit akarsz, ezzel nincsen gond. Elején vagy, láttál kettő videót, nem tudod, hogy egyáltalán tetszik-e. Tehát az a kliens, akit én képviselek, vagy amit mi csinálunk, nem tudod, hogy ez neked tetszik, nézd meg. Mert most tegyük fel, láttál kettő videót, mondok valamit, tetszik, bejössz, az kiderül, nem jó. Kószívás. Neked is, meg nekünk is. Visszaküldöm, hogy nézzem még videókat, hogyha komoly érdeklődő, akkor általában visszamegy, hogyha nem, akkor eltűnik, semmi gond, töltöttem el a kettő percet. Szóval én így kezdem a hívást, hogy ilyen temp check, temperature check, megnézzük, hogy mennyire meleg a lead. Hogyha nagyjából az, akkor így picit jobban belásom egyébként, hogy próbáltam már olyan szolgáltatást, mint amit mi beszélünk most. Hogyha igen, akkor mi volt a tapasztalata, mi tetszett, mi nem tetszett. Nem csak azt kérdezem meg, hogy mi nem tetszett, mert az ilyen olyan, hogy így nem tudom, elég egyértelmű. Igen. Elég egyértelmű, hogy így mire akarsz hallani. Igen. És akkor én mindig azt mondom, hogy mi tetszett benne, mi az, ami szerinted máshogy lehetett volna, és így jobb eredményei lettek volna. És elmondja, hogy mire van szüksége. És úgy vagyok ott, mint egy orvos, aki ott a paciens, elmondja, hogy mi a baj. Hogyha nem akar róla beszélni, akkor elmondom neki, hogy így mit vársz tőlem. Tehát, hogy így ilyen one size fits all type of package-et így eltolják neked, hogy ez neked biztos jó lesz, vagy megértsen. Van, mindenkinek jó egy olyat így rátolja. Igen. Vagy hogy ezekre nincs jó magyar szó egyébként, pedig jó lenne, ha lenne, vagy lehet van, csak innen. Univerzális esetleg. Igen, ilyen univerzális, ilyen nem tudom. Megoldás. Mindenkinek jó lesz, eltoljuk, neked is tök jó lesz, Jolly tök mindegy, hogy mit akarsz. Igen. Ilyen magic pill. És hogy... Én van, amikor így beszélek egyébként vele, tehát ha nagyon nagy pofával érkezik, akkor így kicsit nyakon kell vágni amúgy, hogy így. És ha így, nyilván ezt kicsit úgy csinál, mint egy kis húgom lenne, egy kis öcsém, tehát nem tiszteletlenül, csak így kicsit így megsimogatom a fejét, hogy így... Jó, kis kasli. Értem, hogy így tolod a hívásokat, mi nem így toljuk, tehát hogy nyugi, csináljuk, hogy én szoktam, hidd el, jobb lesz, neked is, gyorsabb is lesz, nem fog fájni. És hogy valamennyire azért ilyen státuszfüggő egyébként, hogy mennyire néznek rád fel, és ezt az elején vagy valaki megmeri mutatni, és úgy kezeli a klienst, vagy potenciális klienst, hogy én úgy bánok valami mindenki mással, ám majd semmi gond, nem probléma, következő. És hogy amikor érzi a másik, hogy igazából engem pont nem érdekel, hogy ő vásárla vagy sem, pont nem érdekel, hogy neki tetszik-e, amit én csinálok, tudom, hogy működik, tetszik, nem tetszik, ez van. És hogy ez nyilván nem azt jelenti, nem veszem figyelem, hogy neki mi kell, csak hogy nekem van egy saját struktúrám alapján én haladok, neki nem tetszik, semmi gond, vannak más piaci szereplők, és lehet oda menni. Tehát, hogy mi ezt így csináljuk, üdélt valami problémával, nem mondja, mi a probléma, és nagyon sokszor nem mondják el. Tehát, hogy pontosan tudják egyébként, hogy a problémát akarod hallani, és itt terem én jelen esetben opciós kereskedős offer elmondja, ja, ez ennyi pénzt keres, meg ennyit, mondom, tök jó, miért mondjam itt? Gratulálok neki, megdicsérem, tök ügyes vagy, de akkor így amúgy kell segítség valamiben, vagy csak így, nem tudom, így, csak így bejöttél. Diszkvalifikálod magyarul. Hát azt mondják, hogy figyelj, hát, ha neked ilyen jó, akkor csináld úgy tovább, hogy szeretnél. Így van. És ez is ilyen egyébként, hogy kezdőként amúgy nagyon sokszor látom azt, hogy ezt mindenkinek el akarják adni. Tehát éreznek egy nyomást, hogy ezt el kell adni, és nincsen az meg, hogy hátra van dőlve, és így megnézik egyáltalán, ez neki kell-e. Tehát én egy pár dolgom végig a fejembe, miért kell neki ez a termék, miért most kell neki ez a termék, aktuális neki egyáltalán, meg tudja engedni magának, tehát hogy így ez a termék kell-e neki, amit én tudok nyújtani, mert ezért itt is 20 millió féle szolgáltatás van, tehát miénk ez picit drágább, de hogy vannak olcsóbban is, és van, akinek kezdőként nem célszerű befektetni mondjuk 7000 dollárt, hanem menjen el, vegyen meg egy kurzus pár száz dollárért, menjen át rajta, és még mindig nincsenek eredmények, vagy még mindig kell neki plusz segítség, akkor amúgy elgondolkozhat ezen, de mondjuk ez inkább olyanoknak van, akik már egy ideje csinálják, és kerestek vele pénzt, és azt a pénzt forgatják ebbe vissza. És hogy el lehet adni kezdőknek is, tehát meg lehetne úgy komponálni, meg csűrni, csavarni, csak nem lenne jó vége. És hogy kezdőknél azért ezt látom, hogy ők mindenkinek is el akarják adni. És ezt amúgy nagyon érzik az emberek, tehát nem hülyék, tehát pontosan érzik amúgy, hogy miért beszélgetsz velük az időjárásról,
meg ilyenek. A hátsó szándék így ott van. Yeah. És ezt így megérzi a másik ember, hogy van egy ilyen hátsó szándék, akkor már nem fog megnyílni, yeah. hanem inkább csak tolja maga előtt ezt a dolgot, és megpróbálja, hát nem tudom így elengedni, vagy megszökni arról a hívásról, mert az nagyon rossz érzés. És a másik oldal meg ugye annál inkább csinálja ezeket a kis needy dolgokat, hogy akkor még egy kérdés, ú, de itt mit rontottam el, és magába keresével, tehát össze lehet így omolni szélszesként. Abszolút. Abszolút. Meg egyébként én azt látom, hogy azért az unblock üzenőértékelés mennyit számít, az, hogy mond valamit a potenciális kliens, aki tele van pénzzel, és akkor elmitte mond valamit, hogy vicces, röhögni kéne rajta, és akkor szélsz is elkezdi, hogy vagy pedig így áll, és így úgy van, hogy kú, menjünk tovább. Tehát, hogy így... Jó, maradva látom, de figyelj, nem azért, hogy itt beszélgess. Nem csak azt, hanem, hogy mennyire próbál így jó fej lenni a klienssel. Tehát, hogy ez is stílus kérdése, tehát én inkább az európai stílus vagyom, ezt mondták egyébként nekem többen, akiket így jóba vagyok velük, amerikai piacon csinálnak annyit, mint én, csinál sokkal többet, mint én. Hogy azért ez egy európai stílus, amit én talak. Nekem működik, mert európai vagyok, vagy amerikai próbálnám meg, lehet, hogy neki nem működne, mert nem ilyen kultúrában nevelkedett, de hogy nekem ugye direktebb. Tehát én nem röhögök olyan poénon, ami nem tetszik, mert ez ilyen full fake. És a legtöbb szélszes mit csinál? Próbál szimpátiát keresni a klienssel, vagy kialakítani a szimpátiát, és egy ilyen fake faktor bejön. És ez főleg amúgy azok a szélszesek, amúgy jól keresnek, a értelmiségi osztálynak adnak el, azoknál az nagyon nem működik. Tehát gyakorlatilag a saját státuszukat csökkentik ezzel, és mint egy ilyen kis pincsi kutya röhög mindenen, hát abból a pozícióból eladni, azért ez nehéz. Vagy abból a pozícióból úgy ott lenni, mint egy autoritás, az nagyon nehéz. Szóval a kliens is érzi egyébként, tehát hogy ezt kezdőknél ez nagyon gyakori hiba, de visszatérve igen a scriptre, szerintem egyébként kezdőként scriptből dolgoztam, úgy lettek eredmények. Megpróbáltam sokszor nélkül, nem ment. Tehát, hogy szerintem az, hogy valaki, aki mit 5 éve benne van, és mit terem én megy neki, nem szabad teljesen megpróbálni replikálni, amit ő csinál, mert nem fog működni. Tehát neki azért működik, mert 20 milliószor végigment a fejébe azon a struktúrán, pontosan tudja egyébként, hogy mi miért működik, hogyha valahol kicsit bizonytalan, akkor megkérdezi, vagy mitten pitch közben látszik egy picit a szemben zavarodva. Kezdő megy tovább, az csak tolja. Izomból tök mindegy, hogy valamit nem értette a kliens, végén nem fog vásárolni, ha nem értette. Tehát én, ahogy pitchelek, ilyen nagyon lassan, és ilyen, mitten van 8 fejezet benne, és csomószor megállok. Főleg, hogy azt látom, hogy kicsit össze van zavarodva, akkor én megállok, hogy így eddig minden világos, van-e kérdés? És az sem mindegy, hogy kérdezem meg tonalitásra, hogy úgy, hogy van kérdés, mehetünk tovább. Tehát, hogy olyan érzés kelt ez benne, hogy amúgy sietünk, akkor azt fogja mondani, ne, minden világos, de úgy világos. Látszódik rajta, hogy nem világos. Sok esetben, tehát például, amit ugye én értékesítek, az tipikusan azért ez egy komplexebb struktúra, tehát nem mindenki érti. Most, hogyha valakitől megkérdezem, hogy az opciós kereskedés, valószínűleg 10-ből 8 ember nem tudja, hogy mi ez. Fogalma nincs erről. Tényleg a fogalmat is tisztázni kell, abszolút, hogy egyáltalán mit jelent. Tehát nyilván ott azért igen. Másabb megértés van. Oké, kicsit előreugrottunk, mert ugye igényfelmérésnél kezdtünk el beszélni, hogy milyen kérdései vannak még egy igényfelmérésnél. Te megkérdezem egyébként, hogy van-e ideje erre, tehát mennyi ideje van, Illetve miért gondolja, hogy ezt neki éppen most kell csinálni, és nem mondjuk fél év múlva. Ha engem meg tud győzni arra, hogy miért most akarja csinálni, akkor azt jelenti, hogy ez így neki ez a fejében meg, hogy ezt most akarja. Hogyha nem tudja, nem tudom, akkor ott meg kell állni és picit beszélgetni róla. Tehát miért most? Miért kell neki egyáltalán mentorálás? Magától nem tudja megcsinálni, vagy nem tudom, YouTube videókat néz, nem tudja. És sok esetben meg tudják amúgy, tehát nem mindenkinek kell ez. És sokszor azt kapom, hogy de amúgy meg tudnám. És akkor így, hogy nem csinálod. Igen. És ha sok esetben azt mondja, hát még nem volt rá időm, de most van, hát akkor csináljad. Aztán majd nem tudom, beszélünk 3 hónap múlva. És hogy így, ezek is fontosak amúgy, tehát hogy nekik kelljen meggyőzni engem arra, hogy ezt miért akarja, ne így győzködjem őt. Tehát, hogy
amikor én beszállok vele a hívásba, már bőven van annyi infója rólunk, vagy hát ha nincsen, akkor visszaküldöm videókat nézni, de hogy ott már kell, hogy annyi infója legyen, hogy tudja, hogy ez neki miért kell, miért pont abban a stílusban akarja tolni, mert mi. Amit mindig elmondom amúgy, hogy figyelj, amúgy ez rohadt unalmas, hát mit csinálunk. Nem keresünk vele túl sok pénzt. Idő, mások, háromszor ennyit ígérnek. Miért minket akarsz választani? És pont azért működik, mert így downsell-elem, tehát hogy gyakorlatilag ilyen reális, hogy így, de jó, oké, ezek nem keresnek olyan túl sok pénzt, de azért mégis keresnek pénzt, időbe tellék, nem lesz instant megoldás, és hogy gyakorlatilag az egész igényfelmérés az arra épül, hogy én kérdezgetem őt, hogy ezt miért így, meg miért úgy, meg miért pont erre van szüksége, meg milyen programokban volt eddig, mit hiányoltat, milyen struktúrájú mentorprogram kell neki, mert az sem mindig egyértelmű, hogy csak nem tudom, egy kurzus kell, ilyen do it yourself, végignézed ezt, megcsinálod, vagy pedig sokkal személyesebb one-on-one megközelítés. Szóval nekem gyakorlatilag itt kimerül ennél a célcsoportnál, hogyha más kofferem vagyok, és rengeteg olyan van, aki, ezek általán nem az értelmiségiek, vagy hát inkább azt mondjuk középosztály, aki nem ennyire logikusan dönt, mint a mostani célcsoportunk, ott tök más. De ott mondjuk belemegyek abba, hogy fájdalomkeresés, hogy így 10 éve akarja csinálni, ezt nem csinálta. És ameddig a jelenlegi célcsoportunknál nincsenek ilyen problémák, ott meg kell találni egyébként, hogy mi a szituációja, miért akarja ezt csinálni. Mert hogyha nincsen egy olyan fájdalompont, amitől ő meg akar szabadulni, akkor bejön a programba, nem fogja csinálni, nem lesz eredménye, és minden szar fog beszélni hátul mögött, ez nem működik. Holott belestett a munkát. Tehát ott az igényfelmérésben nekem benne van az, hogy ez miért fontos neked. Tehát, hogy így több pénzt keresni, nyilván ki nem akar több pénzt keresni, de miért? És akkor hát azért mit terem én, kicsit szabadabb legyek. Miért? És akkor elmondja, mit tudom én, hát, mert mit tudom én. Vannak különböző szintek amúgy ebben is, hogy így első szint több pénzt akarok keresni, második szint szabadabb akarok lenni, harmadik szint, mit tudom én, családommal akarok több időt tölteni, negyedik szint, már éppen bánatolom a feleségem egyébként, mert fú, munkamániás vagyok, de nem is keresek elég pénzt, nem is vagyok elég szabad, és mondjuk az ötödik szint, ami már a legmélyebb. És ezt egy olyan célcsoport, aki mondjuk halogat 10 éve, és ugyanabban a szituációban, ott fontos megtalálni. Tehát sokkal inkább több az érzelem akkor. Abszolút. Mint a logika. És amúgy nekik ez kell. Tehát nekem is volt azért ilyen periódus az életemben, amikor kellett valaki, aki nyakon vág, és azt mondja, hogy figyelj, te ilyen fogsz maradni, ha nem csinálsz valamit. És akkor nem esett jól, de hogy így amúgy utána nagyon hálás voltam neki. Mert ott így gyakorlatilag belém rúgott egyet, de utána nyújtotta a kezét, és mutatta, hogy figyelj, csináljuk. És hogy ez kell, tehát egyszerűen rá kell lépkedni egy lyuk szemre, különben nem fognak semmit csinálni. És én is ugyanilyen vagyok, tehát emberekből vagyunk. Vannak alapvető viselkedési minták, alapvető ilyen, nem tudom, emotional triggerek, amik miatt tényleg lesz valami cselekvés is, és hogy nálik is ugyanezeket kell nyomkodni. Hogyha nincsen, és hogy így sok esetben utána, ha vásárol is, nem lesz eredmény. Sőt, tovább megyek egyébként, én jegyzetelek, és minden saját CRM-embe, minden kliensre, minden ilyen bullet pointba megvan, hogy miért kezdte el ezt az egészet. Nyilván nem tudom 800 embernek a dolgát egyszerre fejbe tartani, viszont tegyük fel 2 hónap múlva, mindig nem megy neki a program, fájjó, ami mizu. És hát kiderült, hogy mondjuk egy élő hívásra se jött el, meg se csinálta a kurzust, csak nem megy, és akkor megint kicsit meg kell nyomkodni neki, és hirtelen menni fog. Tehát, hogy ott, amiket ott mond, meg ahogy csinálod ezt az egész igényfelmérést, amit beszéltünk, hogy úgy indítod a hívást, mint egy szélszás, időjárásra beszélgetsz, meg olyan dolgokat kérdezel, mint egy tipikus középkategóriás szélszás, vagy pedig tényleg érdekel, tényleg segíteni akarsz neki, tényleg azt érzi, hogy ő meg van hallgatva, és így emlékszel rá, lejegyzeteled, azt mondjuk nyilván nem úgy jegyzeteljük, hogy így telibe hallja az egészet, de hogy azért jegyzetelek a háttérbe, de gyakorlatilag amikor ezek megvannak, akkor az igényfelmérési rész pipa, és akkor onnan lehet menni arra a részére, hogy
megvan az a, az a gap, hogy ő most itt van, itt akar lenni, magától el tud jutni, ha igen, akkor király, hívás befejeztük, nézze YouTube videókat, hogyha nem, akkor van az, hogy mi lehet a megoldás, és akkor megnézzük azt, hogy milyen package-ek vannak, és én mindig úgy kommunikálom, hogy figyelj, nem biztos, hogy megoldás lesz. Nézzük meg, amint hogy elmondom neki a koncepciót, és a végén megkérdezem, hogy, hogy szerinted melyik, bármelyik, esetleg nem, semmi gond, hívás vége. Tehát, hogy nem rakok rájuk nyomást azzal, hogy most itt valamelyik feltétlen megoldás lesz, mindig ilyen szkeptikusan állok hozzá, hogy figyelj, mutatok négy opciót, ez e közül a négy közül talán valamelyik tetszik, és megoldás lehet. Tetszik? Király. Nem? Király. És ezt érzik. És ezért a végén nem úgy vannak velem úgy, hogy így, hogy hogyha megkérdezi, hogy most kell döntést hoznom? Általában ő már előtte volt 300 call-on, és azért kérdezi. Hogyha nem volt ilyen, akkor nem kérdezi meg, mert nincsen rajta nyomás. Szóval gyakorlatilag ott pipa az igényfelmérés, és csak utána megyek a pitchre. Tehát mondjuk nekem egy hát egy bajosabb kliensnél, aki picit ilyen komfortzónásabb kliens, és mondjuk 10 éve gondolkozik már rajta, vagy évek óta megcsinálja, és nem csinálja, annál mondjuk egy fél óra, 40 perc el igényfelméréssel. És így leások legmélyére. Hogyha egy, azt mondom, hogy eléggé úgy edukált kliens, hogy, hogy vágja terméket, vág mindent, van pénze, nincsen olyan fájdalompontja, most nagyon sok ilyen van. Itt meg is borult a koncepció a fejembe, hogy fájdalom nélkül nem lehet eladni, hogy ne lehetne. Van, amikor csak úgy vennek vele, mint a mostani klienseink, hogy így miért ne csináljam. Tetszik, picit több pénzt keresek vele, király. És ennyi elég. De ez a legtöbb esetben nem elég, tehát azért itt nyilván nagyon sok olyan más komponens milyen a képletben, ami miért ez elég, de hogy sok esetben ez nem elég. És telé le kell ásni a legmélyére. Különben nem tudsz neki segíteni. Gyakorlatilag őt gátolod meg abban, hogy ő csináljon valamit, és ő azért jött ide, mert segítség kell neki. Innentől a szélszes dolga egyébként, hogy azt a package-et adja el, ami jó. Ha egyik se jó neki, semmit nem ad el, akkor elmondja neki, hogy nekem is csomó ilyen volt, hogy figyelj, szerintem a te anyagi helyzetedben ennek nincs értelme. Elköltöd a portfóliódnak a felét, amúgy edukációra semmi értelme. Nézze YouTube videókat. Menj a Udemyre, vásárolja meg 10 dollárért egy kurzust, többet fogsz vele érni, mint hogyha a portfóliót feléd rádobnál egy edukációra, és a másik feléből gazdálkodnál, költsed el mondjuk az 5%-át rá, és a maradék 95-ből gazdálkodjál, jobban fogsz vele járni. És hogy a szélszesnek ez a dolga. Igényfelmérésnél, hogyha kell, akkor miért megyünk, hogyha nem kell, akkor pedig visszük tovább a beszélgetést. Nyilván. Mindig szokott lenni, aki mondjuk ilyen technikákat keres az összes ilyen videóban, amit én felrakok, neki adjunk egy ilyen technikát, hogy hogyan kötöd át még a beszélgetést abba, hogy akkor rendben van itt a vége az igényfelmérésnek, akkor menjünk át abba, hogy pitch. Tudom, hogy erre nem árt egy szkript az elején, tehát ha valaki ezt naturálisan nem tudja átkötni, én úgy szoktam átkötni, hogy elmondom neki, hogy figyelj, igazából ez így az alapján, amit elmondtál, az úgy hangzik, hogy tudod neked mutatni 3 opciót, én elmondom, hogy szerintem melyik lenne a legjobb, megbeszéljük, tehát elmondom, hogy amúgy nekünk mi az offerünk, hogyan tudnánk neked ebbe segíteni, megosztom a kijelzőmet. Nekem az átkötésben benne van amúgy az, hogy a következő 35-40 percet meg rendelkezésre áll, ez inkább amúgy 20 perc. Csak ne legyen az, hogy jaj, ezért mennem kell. Igen, picit kvalifikáljuk előtte, igen, tehát igen, van-e igen, még időd erre, igen. Biztos, hogy akarod-e ezt, nem tudom, egy pár kérdést lehet neki feltenni. Én még azt szoktam egyébként, hogy figyelj, hogy van-e bárki más, igen, hogy szerinted itt kéne legyen, igen. De ezt nem használom, tehát az ellenállást kell. Megkérdezem, hogy szerinted bárki más, most angolul jobban hangzik, de a magyarul valahogy úgy, hogy van-e bárki más, ki szerinted itt kéne, hogy legyen ezen a híváson, feleséged, férjed, stb. Persze. Akit amúgy szeretnéd, hogy így ebbe így belevonódjon. Oké. Okay. Nagyjából érted. Aki részt vegyen. Vagy pedig amúgy ez gyakorlatilag teljes mértékben te döntöd el, hogy amúgy akarod csinálni, vagy sem. Direkt nem azt mondani, döntéshozó. Tehát vannak ilyen szavak, amiket így kerülünk. Trigger szavakat, akkor igen. Így felírtad egy listára, hogy ezeket nem mondom. Amúgy nincs el listám, de egyébként így emlékszem rájuk, hogyha valószínűleg, hogyha az elején lennék, akkor lenne, tehát mondjuk mit terem én, szerződés, ilyet nem. Ez mondjuk magyarul nem is tudom, mi a jó szó rá, de ugye a contract, vagy agreement, ja, megállapodás, vagy mit terem én, a
dokumentáció része, talán valahogy így mondanám. Papírozunk, én azt szoktam egyébként mondani. Yeah. Yeah. Értem, hogy levisszük a nyomást a szavak használatával is. Igen, igen. Tehát én ilyet nem mondok, hogy döntés hozom, mert ezzel így egyből azt kommunikálom, hogy egyébként egy kívás végén döntést kell hozni, és ez nem így van. Tehát nekem az a hozzáállásom, hogy nem az döntés kívás végén, semmi gond, legyünk tovább. Úgy válogatom meg a saját kliensem, akikkel én dolgozok, hogy ha beszélünk 3 nap múlva, akkor is vásárolni fog. Vagy ha nem, akkor se vásárolt volna, hogyha pusholom. Szóval én így kötöm át. Okay. De egyébként nem árt egy szkript, egyébként picit begyakorolni, leírni valamit, és begyakorolni mondjuk egy 8-10 alkalommal felvenni videóra, és visszanézni, hogy ez így hogy hallatszódik, naturálisnak hallatszódik-e, célszerű ez begyakorolni ezt a szöveget, hogy ne szkriptből olvassam valaki, mert ezért a legtöbb szélszes, ami nem tud jó a szkriptből olvasni. Tehát látszódik, hogy megy a szem össze-vissza, látszódik, hogy ilyen... Hangján is hangtonusa megváltozik, tehát nagyon monoton lesz a hangtonus, és egy ilyen olvasó, mint a hangos olvasás a suliba olyan hangtonus nyom. Igen, igen, igen. És ezt kell átfordítani benne, hogy ez egy teljesen beszélgetésnek tűnjön legalább. Igen, abszolút, abszolút. Szóval szerintem főleg az átkötésüket egyébként, ami olyan necces rész, például a legvégső zárás, ezeket be kell gyakorolni egyszerűen, tehát ezt memorizálni kell. Nincs mese. Az amúgy, ha előtte van egy struktúra, tegyük fel, amit terem, szelszál valaki egy éve scriptből, és gyakorlatilag egyszerűsítés struktúrára, az jó. Csak ez általában úgy szokott működni, hogy szélesebb beleraknak mindenért, amit jónak gondolnak, és akkor így az így oké, sokkal komfortosabb új szélszélni, sokkal önazonosabb, csak nem működik. Tehát mondjuk a számok leestek a felére. Tehát, és nem érted, hogy ez főleg annál a szélszesnél igaz, aki nem érti egyébként, hogy mi történik a scriptben. Akkor lehet elhagyni a scriptet, amikor már érted amúgy, hogy mi miért működik. És addig pedig nem ártam ragaszkodni hozzá. Szerintem az első fél évben, talán egy évben is legyen script, gyakorolja be valakit, tanulja meg, hogy kell olvasni belőle, vegye fel magát, nézze vissza, kellemetlen lesz. Senki nem szereti magát felvenni és visszanézni, de ezt kell csinálni. Igen, és egyébként itt egy nagyon nagy ilyen pont, amit nagyon sokszor hangsúlyozok, hogy például én nagyon kevés szélszeset találkozok, aki használ egyáltalán scriptet. Tehát a mieink igen, de másoknál általában csak így megmondják nagyobb, hogy mit csinálj, és akkor azt próbálja így csinálni. És amikor én például ingatlan közvetítő voltam, akkor mindig írtam magamnak akár a hideghíváshoz is egy kis scriptet, amit én felolvasok. Akkor is, mikor tudtam már, hogy 46-szor megcsináltam aznap, akkor is ott volt előttem az a kis script, és mások meg nem csinálták meg, és csodálkoztak, hogy nem működik, vagy soha nem volt nekik olyan hideghívási számok, vagy soha nem volt nekik egyáltalán egy olyan fajta megerősítés, hogy mit kell egyáltalán valakinek mondani, mert nem teszteltek le semmit, nem akarnak egyáltalán papírról szélszezni, és meg is van az eredménye. Tehát ezzel nagyon jól látjuk azt, hogy ki az, aki nem használja, és még kezdő. Tehát ez nem úgy van, hogy én nekem van egy egóm, és akkor majd én beszélek, amit akarok, hanem először leírom, és mikor már ebben bizonyítottam, hogy elég jól keresek, na majd akkor egy picit finomítok rajta, vagy picit elengedek ebből részeket, és legtöbben itt nem tudják megugrani ezt a lécet, hogy erre sem hajlandók, hogy leírják, amit mondani akarnak. Mert az olyan ciki, hogy leírom, amit mondani akarok, vagy olyan gáz, hogy én úgy hangzik, mintha olvasnék valamit, hogy olyan rossz, hogy olvasok, hát a call centerbe olvasnak fel. Yeah. És nem veszi észre, hogy a következő hónapban azért kell gondolkozni, hogy miből fizetem ki a számlát, mert ezt nem csinálta meg, egy ilyen apró dolgot. Igen, tehát az egyik az, hogy önazonosnak érződjön, vagy pedig bevallálja azt a kellemetlenséget, hogy lehet lesznek kényelmetlen részek, picit fék, picit esetleg le is vágja, hogy olvasod, és bum. Még mindig jobb, mint hogyha beszélne neki az időjárásról, igen, vagy igen, igen. Milyen napod van. Tehát, hogyha végigmész azokon a bullet pointokon, azokon a, nem tudom, azon a struktúrán, inkább, még ha le is vágja. Tehát nekem, amikor elkezdtem az egészet, ez nyilván nem hülyék az emberek, tehát volt én egyébként, aki azt mondta, hogy ez egy magyar piacon. Azt mondja, hogy most felolvastad nekem a USP-teket, és így totál zavarba jöttem, azt tudtam, mit kell mondani. Igen. És így mondtam neki, hogy aha. És hogy így. De igen. A végén lett a radás, lett. Tehát, hogy nyilván azért ott benne volt sok minden, tehát érezte egyébként, hogy hiszek a termékbe, érezte azt, hogy én őszintén úgy gondolom, hogy ez neki segítség lenne. És oké, levágta, egy kicsit szerencsétlenkedtem az elején. És... Benne van. Azokon túl kell esni. Nyilván, hogy lesz rutinod? Hát sehogy nem lesz, ha nem hibázol. Igen. Nem téma. Oké. Tehát akkor átkötöttük. Van egy pitchünk. Akkor azt mondtad, hogy ott is van neked egy hosszabb pitched, igaz? Tehát egy olyan, amit így... Attól függ, melyik offeren, van, amikor túl sok infót adsz,
belekavarodnak, nem jó. Tehát, hogyha érzelmi beszélsz, és mondjuk egy hosszabb igényfelmérés volt, akkor amúgy nekem rövidebb a pitchem. Tehát nagyjából elmondom, hogy mi merre hány méter, nem nagyon veszik el a részletekben, mert hogy gyakorlatilag az lesz, hogy ő meggyőzi magát, hát azért nem fog működni, mert meg az ott nem tetszik, vagy stb. Adott neki nagyjából a koncepciót, és akkor hurrá, hajrá lehet csinálni, nem szabad túlgondolni. Tehát az ilyen túlgondolós embereknél nem. Nyilván ott is érinteni kell ezeket a dolgokat, tehát nekem stratégiám is, meg így unblock szeretem azt csinálni, hogy elmondom neki, hogy figyelj, unalmas lesz, sok idő lesz, és mondjuk neked kerül minimum 3 hónapodba, hogy ebből pénzt csináljál. Addig 0 forintot nem fogsz belátni. Ha így tetszik, toljuk, nem? Semmi gond. És hogy erre úgy vannak, hogy oké, okay, az ideális. Tehát amiatt is működik. Emberi. Meg később se lesz az egyébként, hogy nem tudom, félrevezettek engem, vagy stb., mert pontosan tudom, hogy mibe vág vele. Csomósz rám, hogy figyelj, azért nyilván nem mindenki csinálja meg. Tehát, hogy rengetegen abba hagyják, pénzt buknak vele. Hogyha te csinálod, akkor egész jó esélyed van rá, hogy előbb-utóbb összejön belőle valami. Nincs garancia. Nekem ez a része a pitchnek. A mostani offerem például azért elég részletes pitchet adok, mert azért egy nagyon szofisztikált audiencet célzunk vele, akik nem tudom, már a 5. programjuk lesz, amit befizetnek, és hogy ők edukáltak így a piacot illetően is, termékismeretük is elég magas, és nekik muszáj belemenni. Tehát, hogy ott így tisztább is, transzparensebb is, szóval ott például beleszoktam. És így... És ott elmagyarázzanak, hogy igazán mi a helyzet. Mindig megosztom a kijelzőmet egyébként, meg így nagyon fontos, hogy közben is beszélgetés legyen. Tehát ne az legyen, hogy darálok 10 percig, vagy 15 percig, mert ugye mostani pitch az ilyen 15 perc, hanem megállunk, van-e kérdés, ha úgy érzed jelen pillanatban, hogy ez neked így nem oké, abba hagyhatjuk, semmi gond, szia. És ez végigérzik, hogy így az a nyitottság bennem van, hogy akármikor kisítálok ezen az ajtón, nem érdekel, hogy meg lesz ez a deal vagy sem. Tök mindegy, hogy mennyire nagy, ezt kell, hogy érezzék, ez is kell, hogy legyen a fejemben. Tehát, hogy így valakinek azon a fejében, hogy úristen, muszáj lezárni, úgy nehéz, azt megérzik. És gyakorlatilag nekem, ja, tehát megosztom a kijelzőt, mindent elmagyarázok. Tehát, hogy ha valaki az elején például az offernél volt, hogy valaki belekavarodott, visszanéztük a hívást, megnéztük, hogy lehetett volna máshogy fogalmazni. Olyan szót használtam, ami picit inkább ilyen szakszóval, vegyük ki, rakjuk össze más, és gyakorlatilag amikor szóró-szóra be kell tanulni egy-egy részt. Ahol összezavarodnak, vagy zárkötést, kicsit így tehát folyamatosan visszanézni a hívást, hogy lehet még egyszerűbben, és addig egyszerűsíteni, ameddig ez 10 percben a teljes koncepciót át lehet adni. Milyen kérdést teszel fel, amikor? Mert ez nagyon sok szélzes, mert mindig ezeket kérdezik tőlem egyébként, hogy milyen kérdést tegyek fel, mikor le akarom zárni. Hát, erre nagyon egyszerű válaszai vannak, de meg akarnám a tiédet is. Figyelj, azt szoktam kérdezni, hogy hogy tetszik a díveket. Nem gondolt, hogy nem, elköszönhetünk. Hogy tetszik, hogy érzel ezzel kapcsolatban? Szerinted neked a te specifikus helyzetedben ez megoldás lehet-e? Hogyha igen, akkor miért? Vagy melyik része lehet szerinted így a melyik az, ami neked a legfontosabb ebben. Elmondja, picit beszélünk róla, kicsit ülepedjen a fejébe a dolog, hogy pontosan mit tartalmaz az a csomag, és akkor így végén azt mondom neki, hogy figyelj, amúgy ez így úgy hangzik, hogy akkor ez lenne a megoldás. Van-e bármi kérdésed, vagy tolhatjuk. És akkor így van, amikor azt mondja, hogy ja, hát hogy kicsit átgondolnám, vagy beszélnék a mit terem ilyen kicsodával, és akkor így... Hát adottam a kifogáskezés, de igazából, mert hallottam a kulcskérdéseit, hogy van-e még bármilyen kérdésed, vagy akkor el is indultunk. Tehát ez nagyon, nagyon egyszerű és nagyon direkt kérdés feltétele. Nem kell ebben specialistának lenni ahhoz, hogy egy lezárási technikát itt megszerintem, csak meg kell kérdezni. Hogyha jó addig a beszéltés, akkor jó egyébként az egész. Igen, ami szerintem fontos egyébként, hogy hagyni kell neki kibúvót. Tehát nem azt mondom, hogy akkor toljuk, és hogy ezzel az energiával, hanem így gondolkozom rajta, hogy figyelj, hogy van bármi, amit nem kérdeztél meg, vagy bármi kérdés, mert amúgy nekem úgy hangzik, hogy ez a megoldás, szóval toljuk.
hagyok neki teret arra, hogy azt mondja, hogy hát nem tudom, meg van még kérdésem, mert igen, meg kell ezzel beszélni, mert át kell gondolni, és akkor jönnek a kifogások. Tehát igazából én például, amit régen elrontottam meg kezdőként, hogy én is azt hittem, igen, de az hű, de fontos amúgy, hogy igen, vagy nem. Tudom. Igen, igen. És ott az a mondat, ami a legfontosabb, holott igazából az a legfontosabb, hogy milyen érzést kelt ez benne a végén. Tehát, hogy én nem hagytam nekik teret arra, hogy azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy én azt akartam, hogy akkor vagy igen, vagy nem. És ez nem jó. Tehát, hogy semmilyen szempontból nem jó. Pushol érzik magukat, nem szofisztikált sales. Tehát így nem tudom. Nem akarok piacot mondani, de hogy vannak olyan piacágak, ahol ez a fajta sales működik. És hogy nekem ez speciál nem tetszik. Főleg egyébként szofisztikált a vásárlóknál, vagy hogyha egyébként a brand reputáció fontos, és valaki amúgy sokáig akar piacon maradni. Sok komment érkezik egyébként Trustpilotra egyébként, hogy mi volt a benyomás a Zoom hívással kapcsolatban, vagy amikor valaki mondjuk egy elégedett kliens, és megemlíti, hogy amúgy tök jó volt a Zoom hívás az elején, tök jó igényfelmérés volt, tökre általáltuk, hogy milyen program kell, mert pont azt kellett nekem, és hogy ez egy nagyon-nagyon fontos rész az egész vásárlói élménynek, vagy tapasztalatnak, hogy az ott milyen volt, és hogy a pushol érzi magát, még ha vásárol is, utána úgy fogja magát érezni, hogy ezt bele lettem pushol-va. Holott, hogyha meghagyjuk neki ezt a teret, amúgyha azt is mondhatja egyébként, hogy nem, nyilván kicsit olyan szituáció, hogy ott van a, mit tudom én, kisugom, aki fél belemenni az úszómedencébe, és nem fogom beledobni, meg nem is fogom vele azt éreztetni egyébként, hogy most miért félsz, ez csak víz, hanem így azt mondja neki, na, gyere, na. És így, és meghagyom neki ezt a teret, hogy azt mondja, hogy hát nem tudom, meg ezért, és azt mondja, oké, akkor kicsit várunk, na, gyere. És hogy így kicsit így ott vagyunk, és ő is azt érzi, hogy van empátia, érezzük azt egyébként, hogy így oké, ez neki kellemetlen, hagyunk neki teret, de azért mégis nyújtom a kezemet egyébként, hogy figyú, és ez működik. Tehát, hogy így valahol a kettő között. Tehát, hogy kicsit irányítani is kell, meg kicsit nem is. Igazából erről választottál a kifogáskezelésre is, hogy ilyenkor mindig egy picit adsz neki, vagy egy kis teret, vagy újra megkérdezed, hogy éppen ez nem tetszett benne, vagy az nem tetszett benne, mi az, ami visszatart téged igazán. Tehát ezek, ugyanez a kifogáskezelése is, nem? Abszolút, abszolút, igen. De több specifikus van, tehát, hogy azért nekem az alapmentalitásom, hogy 90%-ban nem mondanak igazat. Konfrontációt kerülnek, ez egy általános emberi dolog. Jaj, mit terem, jaj, csak most éppen nem megfelelő az időm, de majd 3 hét múlva, és így. És akkor így két opció van, vagy konfrontálom egyébként, hogy amúgy azt mondtad előbb, hogy megfelelő az idő, szóval most mit mondod, hogy nem megfelelő, ez egyik, ez nem működik. Tehát, hogy a konfrontálom, nem fog működni, főleg amerikaiakkal nem. Nem tudom, magyarán ez hogy működik, de amerikaiakkal meg... Hát meg egy bizonyos személyiségtípusnál működik, nagyon másnál nem. A többségnél nem, igen, többségnél nem működik. Vagy pedig azt mondom, hogy oké, tudom, hogy hazudozik, mert azt mondta, tehát saját magának mond ellen, de ezt oké, elfogadjuk, így szeretjük őket. És van az más megközelítés, amikor én megkérdezem, hogy oké, fiatok, rendben van. Ettől független egyébként azt érzed, hogy tehát úgy gondolod, hogy ez neked működhet? Vagy így szerinted ez így tetszik, nem tetszik, megint visszakanyarodok. És akkor itt két opció van, vagy azt mondja, hogy megint hazudozik, oh, persze, hogy ne, legjobb, nagyon király, meg stb. És akkor esetleg azt mondja neki, hogy figyelj, mi azért annyira nem királyprogram, tehát hogy nyugi. Mondom, szerinted a te specifikus helyzetedben ez neked tényleg megoldás jelentene? És akkor így van, aki egyszerűen nem fog kijönni amúgy, hogy mi a tényleges. Tehát vannak ilyenek, aki úgy van, hogy itt teremén volt már másik kettő programba, belepresserelték, olyan traumatikus élmény, meg olyan PTSD-t él ott át a végén, hogy így egyszerűen nem fog elmondani. Tök oké, okay, én akkor elengedem, küldök neki anyagot, aztán visszajön, nem. Ez egyik opció. Esetleg többségében igen elmondják, hogy ja, hát nem tudom, mert voltam ebben a programban, bejöttem, aztán szartuk a fejemre, és ez nem volt egy jó élmény, aztán nem tudtam visszakapni a pénzemet. Ezt lehet kezelni. De erre mondjuk elmondom, hogy figyelj, nálunk 30 napig ilyen conditional refund policy van, tehát meg kell nézni a kurzust, 2 élő hívásra részt venni 8-ból, tehát 25%-et kell megcsinálni. Ha ezt megcsinálta, és nem tetszik 30 napon belül,
pénz vissza, meg se kell indokolnia. Na mondjuk ez egy elég jó kifogáskezelés, mert úgy vannak, hogy tényleg? Ja. Jó, toljuk. Opció egy. Vagy lehet azt mondani neki, hogy mit tenem én. Figyelj, van, ami kisebb package. Indulj el ezzel, nézd meg, hogy tetszik-e. Aztán később, hogy akarod, fölmész erre, hogyha szükséged van rá. Ez egy másik. Vagy tehát kismillió és egyéb oka, tehát hogy kismillió és egyéb megoldás van arra, hogy kezeljük ezeket. Mindig így izolálni kell azt, hogy most ez a tényleges kifogás, vagy nem. A legtöbb kezdő mit csinál? Vagy a szkripttel elkezdik kezelni ezt a kifogást, ami nem is létezik. Tehát, hogy azt, hogy mit beszélnek örök feleségemmel. Ez 95%-ban a feleségével akar beszélni, ő nincsen meggyőzve. És akkor egyébként én azt szoktam mondani, hogy tök oké, okay, azon kívül egyébként, hogy szeretnél velük beszélni, vagy vele beszélni, azon kívül te azt érzed egyébként, hogyha ők így ezzel okésak, akkor te ezt csinálnád? És akkor szerintem igen. Szerinted? Vagy csinálnád? Hát igen, ez a rész, ebben nem vagyok biztos. Ott a kifogás. Azt kell kezelni. Szóval izolálni, lekezelni, zárni. És mit szoktál utána csinálni? Valaki azt mondja, hogy igen. Már mi régen? Tehát azt mondja az ajánlatodra, hogy oké, szeretnék ebbe belevágni. Hát akkor én mondjuk úgy szoktam, hogy még ha nagyon izgatott is vagyok, akkor nem úgy, hogy tényleg király, nem így, hanem így. Jó, oké, figyelj. Akkor e-mail cím, teljes név, számlázási adatok, létszik, chatbe írjad be, vagy mondd el, bepötyögöm, megcsináljuk akkor a onboardingot, kapsz hozzáférést mindenhez, egyből megadom a számomat, hogyha bármi technikai problémád van, hívjál fel, ettől eddig dolgozok, és ilyen full chillbe igazából onboardolom. Tehát nincsen semmilyen specifikus dolog, mert például mi azt csináljuk, hogy még adunk neki valamilyen feladatot, hogy figyelj, ezt még csináld már meg. Mert azzal, hogyha adok neki egy olyan feladatot, hogy nem tudom, töltsd le még a Telegram mapot, mert ott lesz, nem tudom, valamilyen kis csoport, vagy gyűjts ki, hogy eddig nem tudom, mit tanultál, vagy gyűjtsd össze a nem tudom, milyen adataidat, vagy írd össze a, mondjuk idekívásnál, ingatlanos idekívásnál, írd össze az összes vásárlót, vagy valamit, akkor igazából azon fog gondolkozni. Tehát nem az, hogy jó döntés vagy rossz döntés volt, hanem úristen, ezt meg kell csinálnom. Igen, ugye B2C-ben amúgy, tehát hogy az nem, hogy jó. Tehát, hogyha érzelmi vásárló, és így úgy vásárolt, hogy így, nem tudom, talán jó lesz, meg izzad a tenyerem, meg mindenem izzad, akkor jó. Tehát, hogy akkor kell is egyébként, sőt, én igen, azt is szoktam, igen, még emlékeztetem egyébként, hogy figyelj, amúgy, ha én belehelyezem magamat a te helyzetedbe, és XYZ fájdalompontok, és ezeket meg akarnám oldani, figyelj, így segítünk neked, tedd bele a munkát, nem azt mondom, hogy elvezni fogod, nem azt mondom, hogy nem lesz unalmas, nem azt mondom, hogy holnap meg lesz, de ha beleteszed a munkát, akkor előbb-utóbb lesz megoldás. És így emlékeztetem megint erre, hogy amúgy miért kezdte ezt az egészet, mert hajlamosak az emberek elfelejteni ilyen 10 perc alatt, hogy ups, miért is kezdték ezt az egészet. És akkor én is azt mondom, hogy figyeljük, holnapi meetingen ott tudsz lenni? Vagy most kezd el nézni a kurzust? Most van ide, de egy órád még van hívás után? Igen, király fiú, kezd el nézni. Beszéljünk a nap végén. Főleg, hogyha azt érzem egyébként, az mondjuk ezen az offeren annyira nem, de volt ilyenek, ahol azért semennyire nem ismerték a én kliensemet, akinek a dolgait értékesítettük, ott azért parább. Tehát, hogy úgy parább, hogy sokkal nagyobb a refund rate, hogy nap végén felhív, vagy fogyó, izé, családi izé történések vannak hirtelen, és hogy izé, mit terem, én a hangyássinom összefosta magát, és kell vissza a pénzem. És hogy azért ez gyakoribb az ilyenoknál. Nálunk hál' Istennek ez most nem fordul elő, de hogy sok olyan offer van, ahol épp hogy beesett, megnézett egy videót, de már egyébként lehet értékesíteni neki, ott nyilván utána kell követni, fel kell hívni a nap végén, fügyú, minden oké, nem kaptál szívinfarktust, izé, és hogy kicsit el is lehet egyébként poénkodni, igen, de a végét elszoktam, tehát, hogy így. Volt már, hogy mi összegyűjtöttük a script végére az összes ilyen sztorit, hogy mi történt emberek, hogy figyelj oda, mert ebben a pillanatban szokott olyan dolog történni, hogy valakinek, hogy elütött egy őzet, valakiért nekünk, nem tudom, hogy bekerült valamilyen rokon a kórházba, úgyhogy vigyázz, mert nagyon veszélyes ez a döntésed, úgyhogy most mondd, hogyha véletlen ilyen veszély fenyeget téged, és akkor nevetnek egyet rajta, és kész. Tényleg azt szeretnénk mondani, ilyen kell felkészíteni, hogy figyelj,
A folyamat közben aztán majd négyszer meg fogom magad gondolni, és úgy leszel vele, hogy ez, te megbántam, hogy ezt hoztam ezt a döntést. Mert ilyen, hogyha valaki komfortzónában mozdul ki, és valami olyan irányba megy el, ami azért erősen komfortzónán kívül, ez természetes, és így elmondom neki, hogy lehet, hogy négyszer szívinfarktust is fogsz kapni, amikor jó, itt vagyunk, hogyha ilyen van, nyugodtan hívjál. Most. Igen, és hogy azért ezzel el lehet venni az élét az egésznek, hogy ne legyen az, hogy kiszáll a hívásból, és így konkrétan, igen, mi történt. Igen. Jó, specifikus offerek, tehát ezzel általában, hogy mondjam, ezek inkább a B2C is kisebb package-ek, amilyen, mit tudom én, 1000-2000 dollár, érzelmi vásárlók, stb., tehát nem az ilyen nagyobb package-ekre, igaz? Hát meg de... valaki, aki mondjuk életében nem foglalkozott semmi mással, csak a saját mondjuk állásával, és akkor valamilyen vállalkozói tevékenységet értékesített el neki, az neki nagy ugrás. Igen. Ja, abszolút. Szóval ilyen esetben egyébként tényleg jó feladatot adni neki, meg még nagyobb, tehát hogy ilyen egy elköteleződést mondjuk egy holnapi meetingre, fiú, meg tudsz jelenni? Oké, legyél ott, fiú, én is ott leszek. Sok esetben úgy most benézek egy 2 perc, ott van a csávó, és amúgy lelépek, de hogy csak becsekkolok. Alig üzel egyet, oké. Nyilván nem a full filmenten nem én vagyok, tehát ezt nem én csinálom. Ott ő megkapja, amit akar, és utána felhívom, fiú, tetszett, nem tetszett, feedback, és akkor kicsit beszélgetünk, de hogy van, amikor kell bennük tartani a szuszt. Tehát ugyanúgy, mint nekem is voltak ilyen részek az életemben, amikor kellett az, hogy folyamatosan ott legyen velem valaki, és érzelmileg tartson bennem a szuszt, mert tudtam, mit kéne csinálni. Tehát ezek a programok amúgy sok esetben nem is arról szólnak, hogy most megtanítod egyébként neki, hogy mit kell. Csomó esetben tudják egyébként, vásároltak X-ilyen programot. Működik nekik? Nem. Mert nem volt velük ott valaki, folyamatosan felhívta, hogy csináltad? Én csomószor ezt megcsinálom, főleg egy nagyobb package-nél, amikor B2C-ben, mit tudom én, volt ilyen 20 000 dolláros package, hogy felhívtam még mit 8 alkalommal utána. Vagy esetleg annyira szimpatikus volt, hogy tele úgy voltam vele, hogy ebből testimonial is lehet, meg amúgy unblock rezonáltam a csávóval, vagy emberrel, vagy attól függ, ki volt. És utána még felhívtam többször, úgyhogy halad. És kicsit rúdosni kellett, hogy haladjon. És aztán haladt. De ha nem rúdosan, valószínűleg nem haladt volna, és valószínűleg beleragadott a pozícióba. Szóval itt még az árás után is egyébként, a closer az után is closer, tehát nem feltétlenül van meg ott a sales, és kész, mert azért olyan offereken, amik legitebbek, tehát nem ilyen scammy, azért ott általában van refund policy, tehát vissza tudják kérni a pénzüket, az az offer nem akarja bekockáztatni, hogy valaki, hát chargeback Magyarországon amúgy nincsen, szóval nem tudom, hogy mennyien tudják amúgy itt azok közül, akik néznek téged, de hogy fel tudják hívni a bankot, hogy mit tudom én, kérik vissza a pénzüket, és hogy a bank visszaszedi, tehát visszahúzza a payment processzoron keresztül a pénzt, és hogy ezt nem tudom, Magyarországon meg lehet csinálni, de Amerikában meg lehet. Hát, nem annyira jellemző, inkább azt már lehet, hogy meg lehet csinálni, de annyira nem jellemző, de értem, amit mondasz, hogy egyből visszahozza a pénzt, anélkül, hogy megkérdezni mondjuk azért azt, aki eladta neki, vagy magát, aki a szolgáltást átadja. Igen, tehát általában azért a legitebb cégeknél van egy időintervallum, amiből vissza tudják kérni a pénzt, és emiatt is fontos egyébként, hogy nem áll meg ott a értékesítés, hogy lezártuk és befizette. Tehát utána kell követni, megnézni, mi van vele. Ezért is kérdeztem, hogy egyáltalán mi az, amit még utána csináltok vele. Szuper, szerintem így nagyjából így kerek lett ez a sztori, tehát hogy mi a sales call, hogy tanítod ezt meg valakinek, hogyan mutattad ezt valakinek, tehát tök jó, szerintem tök értékes epizódunk lett ismét. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Szívesen. És gyakorlatilag, hogyha lesz még erre lehetőség, akkor lehet, hogy meghívlak még később, és esetleg egy specifikus témával, hogy tarts egy epizódot majd. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, és hogyha szeretnétek hasonló tartalmakat nézni, akkor iratkozzatok fel a social csatornáinkra, és találkozunk a következőben is.